Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Mindenkit szeretettel üdvözlök a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelmélet tagozatának keddi Kaleidoszkóp című rendezvény sorozatából a majdnem 50-nél. Már 5 éve zajlik ez a beszélgetés sorozat, amelyben neves művészeket, művészetelméleti szakembereket vagy a kulturális élet jelentős szereplőit kérdezzük tevékenységükről. Üdvözlöm Gianluca Borghese urat, a Budapesti Olasz Intézet igazgatóját, és Oldasi Zsuzsannát, aki vele fog beszélgetni. Röviden elmondanám, hogy nekünk most harmadik nekifutásra sikerült megrendezni ezt a rendezvényt a járvány miatt. Külön hálás vagyok Borghese úrnak, hogy még mindig kitartott emellett, mert már tavaly tavasszal is szerettük volna ezt megrendezni. 2016 óta a Budapesti Olasz Kulturális Intézet igazgatója, diplomata és végzettsége szerint történész. Méghozzá, ha jól tudom, középkori történelemmel foglalkozott, és a nápolyi Anjoukról írta a diploma munkáját, amely neves történelmi dinasztiának, ugye a magyar vonatkozása is van, különösen a nápolyi Anjou ágnak. Így tehát valószínűleg innen is indulhat a magyarországi érdeklődése. Természetesen, mint kulturális diplomatát, őt is elhelyezik, megkapja a állomás helyét, tehát nem pusztán személyes alapon választja. De, ha jól tudom, ő Budapestre eleve szeretett volna jönni dolgozni. Ami pedig az elmúlt 5 év tevékenységét illeti, igazából a kortárs kultúrával és a kortárs művészetekkel foglalkozott leginkább az intézet ebben az időszakban, amennyire én követni tudtam a tevékenységét. Beszélgetőtársa pedig dr. Ordasi Zsuzsanna, művészettörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem művészettörténet tanszékének docense, aki tanított más egyetemeken is pályafutása során az ELTE-n, a Művészettörténet Intézetben, a Pannon Egyetemen, illetve az ELTE olasz tanszékén is, ahonnan mi ismerjük egymást, annak idején még, mint diáktársak. Az ő kutatási szakterülete a 19. és 20. századi egyetemes és magyar építészet, a 20. századi olasz építészet és képzőművészet, illetve a 20. századi olasz-magyar művészeti kapcsolatok. Ez a beszélgetés a negyedik abban a sorban, amelyet az olasz-magyar kulturális kapcsolatokról rendeztünk itt a Művészeti Akadémián, és ezzel zárjuk is ezt a sorozatunkat. Megkérem Zsuzsát, hogy kezdje el a beszélgetést Borghese úrral. Köszönöm. Jó estét kívánok én is! És azt gondolom, hogy ezután a nagyon szép bevezetés után és ismertetés után, hogy kik vagyunk, ezután egy ilyen kötetlen beszélgetést fogunk tartani. Nagyon érdekes élmény lesz, gondolom, ugyanis ilyen még nem fordult elő, hogy az Olasz Kultúrintézet igazgatója magyarul fog beszélni. Hát a Pressburger magyar volt. Tehát ő az más, tehát egy olyan eredetileg olasz, semmilyen más magyar kapcsolattal, családi kapcsolattal nem rendelkező igazgató, megtanult magyarul, és ahogyan Miklós is mondta, hogy 5 éve van Magyarországon, de fantasztikusan jól sikerült elsajátítani ezt a nagyon nehéz nyelvet, amivel az olaszok nagyon meg szoktak küzdeni. Egy dolgot szeretnék csak magamról mondani, hogy miért engem választott Miklós, azért, mert én nagyon sokat dolgoztam az Olasz Intézetnek, és tanítottam nyelvet, meg művészettörténetet, meg majd erről fogunk beszélni, erről a könyvről is, szóval, hogy közvetlen munkakapcsolatom is van, több évtizedes az Olasz Kultúrintézettel, tehát így gondoltuk, hogy talán jó választás, hogyha én beszélgetek az igazgató úrral. De nem én vagyok a fontos, hanem az a fontos, hogy Gianluca Borghese az igazgató, 5 éve van itt, és most megkérdezzük, hogy milyen élményei vannak, hogy került ide, mi befolyásolta őt abban, hogy Magyarországot válassza. Tehát az első kérdés, mert írtunk össze kérdéseket, hogy az első kérdés az, hogy mióta tölti be Magyarországon a Magyarországi Olasz Kultúrintézet igazgatói tisztjét. Jó napot kívánok mindenkinek. Először szeretném köszönni a Művészeti Magyar Akadémiának a meghívást a keddi Kaleidoszkóp
Ra, és örömmel jöttem, és köszönöm a lehetőségét. Öt éve Magyarországon vagyok, és öt éve a Budapesti Olasz Kultúrintéz igazgatója vagyok, és nagyon fontos a megbízásom volt. Kicsit kemény munka szervezni, és az intézet tevékenységét. Szerintem nem a járvány miatt, csak a külügyminisztérium elégedett volt a munkámmal. Szóval akkor, mi is. Szerintem. Mi is, akik járunk az olasz intézetbe. Igen. És korábban jártál Magyarországon, mielőtt ide jöttél? Nem, soha nem voltam korábban Magyarországon. És akkor miért választottad Magyarországot, amikor volt a pályázat? Nagyon kíváncsi voltam a magyar kultúrára és történetére. Akkor egy teljesen mentális választás volt, ha lehet mondani. Igen, úgy. Miklós már mondta, hogy történész vagy. Ez befolyásolt a választásban? Hát, számított arra azért, hogy Magyarországra, igen, Magyarországot igen, választottad? Igen, az is jó. Igen, igaz, igen. És a felkészülésben segített? Igen, igen. Igen. Né preparativi per venire in Ungheria. Igen, persze, igen. Tehát segített az, hogy történész vagy, segített abban, igen, hogy felkészülj a feladatra. Például volt egy kapcsolat nekem a ötös kollégiummal, például, megvan a kapcsolat, és majd visszajövök Magyarországra novemberben, mert van konferencia, és igen, az fontos intézmény volt az intézetnek, és magamnak is. Történészként Magyarországgal mit kellett foglalkozni? Mit olvastál Magyarországról történészként? Anzsu Kort mondta, Miklós. A fókusom volt a nápolyi Anzsu családban. Nem foglalkoztam a magyar Anzsu ággal. Igen, nem. Meg nem. Még nem, de ezután... Igen, talán egy terv jövőre, mert nem. Nagyon-nagyon érdekes. Van kapcsolatod a magyar történészekkel? Igen, nem sok kapcsolat van nekem, de pár kapcsolat van, igen. Szerint igazából a CEU egyetemmel is. Klanicai professzor. Klanicai Gáborral. Gábor, igen. Térjünk vissza az intézetre, jó? Intézeti munkára. Az intézet munkájában, az intézet vezetésében van kapcsolatod a magyar italianistákkal? Tehát ugye olyanok járnak az olasz intézetbe, akiknek van közük Olaszországhoz, vagy munka miatt, vagy pedig családi kapcsolat miatt, vagy sok minden lehet, kereskedelmi persze, kapcsolat persze. miatt. A magyarokkal van kapcsolatod? Persze. Italianistákkal? Italianistákkal, persze. Fontos a kapcsolat. Az intézet kapcsolata az a debreceni és például és szegedi egyetemmel például
és vannak nagyon kitűnő magyar italianisták komolyan, a szint nagyon-nagyon magas. Hát van a folyóirat is, a Nuova Corvina. Igen, igen. Abba igen. is ugye főleg magyarok írnak, magyar italianisták, ezt az utolsó szám is nagyon gazdag irodalmárok írtak bele. És különösen fontos a magyar italianisták munkája ebben a évben, mert van a Dante fordulója, és ők munkája nagyon fontos volt. Igen, de csak az irodalmárok írnak róla, nincsen róla nagy kiállítás, van? Hát sajnos a járvány miatt nem volt. De terveztük fontos kiállítást, de nem volt lehetőség. Nem lehetett, igen, szervezni, kiállítani. De például az intézetben két nappal ezelőtt volt ez a fontos esemény, a koncert és a film, koncert e film vetítése együtt, mert vetítettük egy régi Neyman olasz filmet, és anima, és volt koncert együtt, mert az eredeti zene elveszítettük, és a zene, a kortárs olasz zeneszerző műve volt. Igen, azt mutattátok be. És megható volt látni ezt a filmet olyan régi és olyan aktuális. És a kortás zene nagyon jó ment együtt a filmmel. De általában sok zenei program van az olasz intézetben. Ez jó kérdés, mert kicsit az a magyar közönség befolyásolja kicsit az intézet műsorát, mert nagyon fontos általában zene Magyarországon, és igen, ezt akartam is kérdezni, hogy más-e itt a program, mint mondjuk a más országban lévő olasz kultúrintézetekben? Tehát, hogy a magyar közönség mennyire, azok, akik az olasz intézetet látogatják, mennyire befolyásolják a programokat? Tehát jönnek a programok, nyilván ajánlatok az olasz külügyminisztériumból, és abból lehet választani? Az igazgató választhat? Igen, de független kicsit a döntés, az intézet döntés, amikor... Tehát önállóan választhatsz. Igen, igen, igen. Hogy mit abból a kínálatból, amit az a külügyminisztérium ilyen bőrönt kiállítások, vagy bőrönt program, én úgy hívom, hogy bőrönt programokat küld, nem? Igen, igen. És az befolyásolja a magyar közönség ízlése? Vagy a látogatóknak az érdeklődése? Hát, tehát azt mondtad, hogy a zene van, uh-huh. mert az a magyarokat érdekli, és szívesen jönnek a koncertekre, meg koncertterem is van. Uh-huh, persze, ugye, ez szép. Is, ez, igen, ez is, látjuk. Majd megnézzük, uh-huh. hogy ez is nagyon fontos, de hogy más-e az ismereteid szerint az, ami ide jön, mint ami máshova megy, mint mondjuk Párizsba, vagy Bécsbe, vagy Pozsonyba, vagy Zágrába. Hát például szerintem az intézetben, ahol az intézetben Budapesten komoly zene koncertek nagyon gyakran, koncerteket nagyon gyakran szervezzük. Igen. Szervez, és tudom, hogy
kicsit attól függ az igazgatótól, például Bécsen én kollégám szervezik a nagyon gyakrabb kortárs zenét, igen, uh-huh. koncerteket. Itt meg inkább hagyományosabbat. Igen. De volt népzene is. Igen, de... például, és szerveztem egy kortárs zene koncertet az első évben, amikor itt voltam, és a magyar közönség teljesen más volt, teljesen. És nem felismertem senkit. Hát más arcok voltak ott, persze, hát más a közönség, amelyik az iránt érdeklődik, igen. Igen. De amikor ilyen klasszikusok vannak, hogy Verdi, meg Puccini, akkor, Puccini, akkor tele van a terem. Igen. Megmutatjuk a termet. Igen, igen, lehet, akkor... ezzel. Igen, igen. Csak az akartam mondani, hogy mi az intézet, azon az intézet egy gyönyörű székhely, az intézetnek gyönyörű székhely van. Egykori képviselők háza, amit Ible Miklós építette. Akkor nagyon szép az épület, és nagyon nagy, vastag, és lehet szervezni sok dolgot és tevékenységet. Azt tudjuk is, hogy az olasz külügyminisztérium különös figyelmet fordít erre az épületre, pont a történeti súlya miatt. Ugye történelmi épületről van szó, akár a magyar történelem tekintetében, akár pedig az építészetileg is ugye nagyon fontos. És hát ez az épület 1943-tól van az olasz állam tulajdonában. Itt van a Verdi terem, a koncertterem, és a legfontosabb terem az intézetben, persze. És itt szervezünk a koncerteket és táncelőadásokat. Nem régen restauráltuk a padló, az eredeti padló, a parketta. Uh-huh. Az épület annyira fontos a magyar történelem számára, hogy lehet találni az intézet képe az 20.000 forint bank jegyben. És egy kicsit, igen. Tehát mindenki ismeri. Igen, hát mindenki. Nem annyira, nem biztos, hogy talán, igen, a Pence, de igen. Igen, nem nézik meg, pedig ugye ez a magyar építészet szempontjából is fontos, hogy Ybl Miklós építette 1865-ben. Persze, most a helyzet teljesen más, mert ebben az időszakban az intézet épülete a legfontosabb, a legmagasabb. Most nem lehet látni olyan jó az épület. Van más, magasabb épület mellett. Az, hogy egy ilyen történelmi épületben van az intézet, az befolyásolja
az intézetnek a funkcióját, a működését, a programjait? A többi, többi olasz intézethez képest, amit kérdeztem, hogy ugye Párizsban azért nem történelmi intézet, történelmi épületben van az intézet. Aha. Tehát az, hogy azért ez a magyar történelemben ilyen fontos épület, ez számít abban, hogy mit szerveztek? Hát igen, számít. De ez nagy teher is, nem? Mert műemlék, tehát a helyreállítás is ugye nagyon sok kritériumnak kell, hogy megfeleljen. Igen. Egyetértek vele. És fontos tevékenység, intézet tevékenysége nyelvtanfolyamok szervezése, nem csak mert egy eszköz támogatni az olasz kultúra, pontosan a nyelv, olasz nyelv tanulása. Az intézet finanszírozza a maga tevékenységek és műsorát, kicsit is a nyelv tanfolyamok keresztül is. A nyelvtanfolyamoknak a nyelvtanfolyamok nagyon régóta vannak, tehát akkor is voltak, amikor még nem voltak a nyelviskolák. Az olasz intézetbe járni az egy presztízs dolog volt. Persze. Ebben az Idexában egy kicsit monopólió volt. Így van, monopólió és helyzetben volt. Nagyon fontos, amit csak mondtad, mert régen a rendszer változás előtt szerintem csak az egyetem és az olasz kultúrintézet szervezte olasz nyelv tanfolyamokat, és monopólió volt, egy monopólió, és amikor az év kezdett, volt a sor, igen. Múzeum körútig állt a sor, a beiratkozók. Igen. És most mennyi hallgató van? Most évben 600 évben tanuló. Azért a sok. A sok, igen. De például nem lehet hasonlítani a spanyol intézette. Igen, szerintem több, mint 1100. A spanyol intézetben? Szerintem, igen, nagyon népszerű most a spanyol nyelv, igen, szerintem. De megnézem a dátumokat most, nem annyira biztos volt. Milyen kapcsolata van az intézetnek a többivel? Most, hogy így említed a spanyol intézetet, hát van a francia intézet, meg van a Goethe intézet. Van kapcsolata az intézetnek? Persze, a többivel? Van egy fontos kapcsolat, mert mi a kulturális, van egy csoport, hivatalos csoport, európai kulturális intézetek csoportja, UNIC Hungary Cluster. A csoport, igen, a Európai Unió kulturális intézetek csoportja, és együtt szervezünk sok nem, de van egy közös műsor, kulturális műsor, igen. Például júniusban van irodalmi éjszaka, és együtt szervezünk az irodalmi éjszakát,
és szeptemberben van a európai nyelv koktélbár, igen, egy nap, ami alatt, amit támogatjuk a európai nyelv tanulását. Nagyon fontos lenne az olasz nyelv tanításának a támogatása, ami kicsit háttérbe szorul a gimnáziumokban is. Ugye hát ezt harcoltok érte, ezt tudjuk. Igen. Ez a könyvtár képe, nagyon jó könyvtár van, erről tudsz valamit mondani nekünk? Mintegy 20 000 kötettel és 1000 DVD-vel. Fontos, egy fontos intézmény, mert Budapesten és Magyarországon nincs egy igazi olasz bolt, könyvbolt. És kevesebb, egyre kevesebb olasz könyvboltban lehet találni. Az idegen nyelvű könyvesboltokban nincs olasz. Nincs választás, igazi választás. És akkor ezért intézett könyvtára fontos szerepet játszik ebben a... És hogy lehet beiratkozni? Hát van egy kártya. Van egy az olasz intézet kártyája. Nem drága. És lehet választani, vagy csak egy könyvtár kártya venni kártyát, vagy az egész pakolás, program, műsor, meg könyvtár tevékenységek. Igen, és most már ki is nyitott a könyvtár, ugye, hogy a vírus lecseng, most megint kinyitott a könyvtár is nyáron. Igen. Nyáron is nyitva? Nyáron nyitva, de a nyitva tartása kicsit korlátozott. Igen. Egy fontos, nagyon fontos esemény, éves esemény, íres és nagyon népszerű a Mittel Cinema Fest szervezet, az intézet által szervezett. Mindig novemberben, és lehetőség bemutatni kortárs olasz filmeket. Csak az utolsó a Velence Fesztivál után van egy szoros kapcsolat a Velence Fesztivál és az intézet műsorra között. Kezdetlenül a Velence Fesztivál vége után kezdjük a fesztivált. És általában a program nagy szintű, nagyon a legjobb utolsó olasz filmeket lehet. És meg szokták hívni a rendezőt, vagy a főszereplőket, tehát utána beszélgetés is van. Igen. Ami szintén fontos, és hogy így eljuttatják ugye a közönséghez ezeket az új filmeket. De egyébként is lehet moziba járni az olasz intézetbe. Igen. Mert... Van egy időpont, héti időpont kedden, és nekünk nálunk van egy szép nagy moziterem, a Fellini terem, és egy héti program, egy héti vetítés program van. És ott milyen filmek mennek?
Attól függ a szólás, játék, vígjáték, vagy írés és rendező produkciója. Meg évfordulóhoz is van kötve. Például volt egy Marcello Mastroianni fordulója volt, és szerveztük egy sorozat, a Marcello Mastroianni sorozatát. Igen. És a kiállítások, azok, van még valami a mozival kapcsolatosan? Az első, kicsit... kiállítás, igen. Igen. Június 2021 június fontos hónap nekünk, mert újra kezdtünk szervezni a tevékenységeket, az intézet tevékenységeket, és fontos kiállítás volt Letizia Battaglia-ról. Letizia Battaglia, qui est une photo művész, most 90 éves, és fontos művészeti pályázá van neki. És kiállítás néve volt szépség mindenek fölött, mert Letizia Battaglia kép fényi a kicsit mesterséges nélkül a valóságot. De ekkor even a drámai valóságot. De minden keresi a szépséget, bár nagyon dramatikus és igen, a helyzet, mint tipikusan a máfia fő fotoművész volt a múlt században, igen. Sajnos a kiállítás megnyitója volt a streamingben, ezért mutatom be ezt a fényképet, és szeretném kommentálni kicsit pár fotót. Itt van például egy maffia áldozatának anyja a fia portréjával, és nagyon látható olyan nemes ez a nő a fájdalomban. Nagyon erős szerintem a fotó. És a második fotó, amit szeretném kommentálni, az egy fotó anyja és gyermekei portréja. Nem olyan egyszerű elképzelni, hogy a fotó mögött van egy művészeti hagyomány. Maria Jézus és Keresztelő János festemény alapján. Itt van egy Kránák festemény, de lehet hasonlítani sok más képhez. Újra, meg egyszer, szerintem a nemesség a szubjektum, a tárgya, igen, szerintem látható, és
De ez általánosan jellemző az olasz művészetre, a maira is, hogy bennük van, ugye a vérükben van az egész művészeti hagyomány, a történeti művészeti hagyomány. Ezért mindig is finomabb az olasz, a kortárs olasz művészet, akár a zenében, akár a képzőművészetben, főleg a képzőművészetben, meg az építészetben is ezt lehet látni. Ez egy nagy különbség a többi országgal szemben, én szerintem. Igen, igen. Hát nem felejtettem kérdezni tőle a fotó művészettől, ha volt, ki volt pontosan a festő, a ő fotója mögött, de kíváncsi, meg kíváncsi vagyok arra. De hát több is lehet. Hát tehát, igen. Tehát az egész hagyomány benne van, tehát automatikusan jön belőle ez a művészi automatikusan, igen. Megoldás, nem? Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy több minden összegződik benne. Igen, és, igen. És akkor ez kijön az új művészeti anyagban is. És nagyon éres is a maffia áldozatának felisége. Nagyon kortárs és komoly klasszikus is portré szerintem. A nő nagyon íres volt ebben az időszakban. Kicsit szimbolikus egy szomorú története. Azt mondta Miklós, emlékszel a bevezetőben, hogy amióta ő követi az intézetet, inkább most modern művészet van, kortárs művészet van. Mm-hmm. Hát a mostani kiállítás felejtettem mondani, igen, köszönöm, Zsuzsa, az fontos is. Felejtettem mondani, hogy van egy fontos kapcsolat és együttműködés a Budapest Fotofesztivallal. És a Budapest, pontosan a Budapesti Fotofesztivál műsora a kortárs fotó koncentrálna. Arra koncentráltok arra, a kiállításokban. Igen, aha, igen. Igen. De volt más fotókiállítás is. Van az intézetben külön kiállítóterem, ugye? Igen, igen. Az, ez, a, ez a kiállítás az intézetben van, a Xenia Galériában, de a Budapesti Fotofesztivál keretében. Akkor ez együttműködés úgy dolgozik, hogy mi az náljuk a galéria, a mi galériánk, de a fesztivál keretében. Nem mindig, talán van is más kiállítás bent, kint a Budapesten más. Hát igen, más kiállításokon is egy-egy anyaggal részt vesz az intézet, de az intézeten belül olasz kiállítások vannak, nem? Igen. Ott nem nagyon van más, nem külföldi, nem, vagy csak az együttműködések keretében van külföldi kiállító is az olasz kiállítóteremben. Igen. Igen. Van ez a galéria, ugye az épületnek egy elég jelentős sarkában, tehát ami a nagy terem körüli folyosóról nyílik, amit láttunk ugye nagy termet, és egy két helyiségből álló kiállítóterem van, ami kifejezetten ugye erre szolgál, hogy ott anyagokat kiállítsanak. A második júniusi kiállítás névé, az a három újító építész, három álljó törvező építészről, olasz,
olaszok, Gino Gioponti, Gustavo Pulitzer, Pulitzer Finali e Moncada, Moncada, Nino Moncada. Kiállítás néve, építész és a tenger. Igen, van egy kis videó most.
ahogyan a filmeknél is volt, hogy aktualitást is figyelembe vesz a szervezés során egy intézet igazgatója, itt is ugye van aktualitása ennek. Mi ennek az aktualitása? Hát egyrészt nagyon érdekes volt maga a kiállítás megnyitó a könyv szerzőjének a jelenlétével. Mi ennek az aktualitása? Magyarországon a hajókról nem szoktunk nagyon beszélni. Igen. De volt egy, és Magyarországon volt egy tengeri kultúra is, és vissza most jött a tengerpartra Magyarország Trieste-ben. Részen van Magyarország, tudod, vagy megállapodás. De szerintem, és Fiume is fontos, és a magyar történelem számára. De miért ne, szerintem. De ezt mondja egy történész, egy művészettörténész, az persze másra figyel. Ja. Joe Ponti évfordulóval, ugye 140 éve született, a másik meg, hogy a Gustavo finali, Pulitzer finali meg magyar volt. Magyar származás. Triesti magyar volt. Igen, tehát erre gondoltam én. Tehát van, mindenképpen van egy csomó aktualitása, akár történészi szemmel nézzük, akár pedig művészettörténészi szemmel. Nézzük ezt a kiállítást. És Joe Ponti íres, kitűnő építész, és foglalkozott sok dologgal. Sok dologgal, kicsit kevesebb íres a hajó szervezése. És ezért szerintem fontos és érdekes a kiállítás. Érdekes a kiállítás, igen, és nagyon sokan is voltak a megnyitón, úgyhogy biztos, hogy érdeklődésre tarthat számon. Joe Ponti szerint a óceán járó és a hajó kicsit múzeum a vízen, a olasz művészeti múzeum a vízen. Volt. Kicsit a második háború után a nemzetkézi érzés kicsit rossz volt Olaszország iránt. Igen. És egy megoldás Joe Ponti szerint volt egy kicsit kirakat, mint a kirakat, az olasz kultúra, az olasz művészet. Igen, utazó kirakat, azt igen, mondta, hogy igen. A hajó az utazó kirakat, az Olaszország hírnevének a növelésére. Igen, van is, ott is volt az idézet, hogy... És mivel utazni a tengeren nagyon hosszú, hosszú az idő, kell jól használni az időt. És egy kicsit, igen, kultúra szervezni, kultúra látni, művészet látni. Például ebben a hajóban volt könyvtár, például. Egy kicsit ritka találni egy könyvtár. És ha megnézzük ezt a kiállítást, akkor látható, hogy gyönyörű bútorok vannak, amiket a Joe Ponti tervezett, és az a meglepő, hogy a falon pedig festmények vannak a leghíresebb kortárs festőktől, igen, tehát igen. Campigli, Sironi, ilyenek, akik már szerepeltek ugye a Szépművészeti Múzeum kiállításain, meg még a 16-ban, meg 36-ban is a műcsarnok kiállításain. Úgyhogy
nagyon nagy művészek csinálták ezeket a belső kialakításokat. Ezért Andrea Doria óceán járó elsüllyedése, ezért 1951 évben egy katasztrófa volt, mert sok művészeti műek voltak a óceán járóban, és kicsit szimbolikus katasztrófa volt. Joe Ponti-nak befejezte foglalkozni a jog szervezésével. Igen. Igen, sok kiállítás volt. Hát most a pandémia megváltoztatta azért a lehetőségeket. Mennyiben? Tehát mit lehetett csinálni a pandémia alatt? Kiállítás nem nagyon, filmvetítés streamingben volt. Katasztrófa. Katasztrófa volt. Szerveztük i Bassi Fondi koncerte streamingben, igen. Szerveztük Letizia Battaglia kiállítása megnyitóját streamingben. Lehet kultúra támogatni a járvány közepén is, de hiányzik a kapcsolat a közönséggel. Szerintem nem olyan sikeres, szerintem. Tudom, hogy van valaki nem úgy gondolja, hogy a járvány ajánlja a lehetőséget például kapcsolata felvenni az emberekkel, aki osszú messze és élnek, és soha nem jönnek Budapestre például. De nem annyira... De az egy különleges érzés belépni Olaszországba. Tehát az ember belép az olasz intézetbe egy kicsit. Persze. Úgy érzi, hogy Olaszországban van. Igen, szóval igen, a hangulat is van. Olyan az egésznek, a levegője olyan, hogy akkor azt hiszi az ember egy kicsit Olaszországban van. Most 5 éve vagy itt magyar. Van még valami, amit akarsz mutatni ebből? Itt vagyunk Andrea Doria ájóban, itt vagyunk az Andrea Doria ájón, és volt állandó kiállítás a szép olasz művészettel. Egy fontos írás állószóba, kábin, igen. Igen, a tengeri tenger isteneivel, tehát ilyen antik ábrázolások is látható. Nem biztos, zódiák magyarul? Zódiák. Igen, igen, zódiák. Állatövi jegye. Mm-hmm. És itt van egy fontos festemény Salvatore Fiumétól, amit elvetítettük a tengerre. Elveszítettük, bocsánat. Mm-hmm. Tehát ez is elsüllyedt a hajóval együtt. Igen. Igen. És az utolsó esemény, az intézet eseménye, egy színházi előadás, nagyon szép szerintem, színházi előadás. Henry de Luca regény alapján készült. A regény fordította, van magyar fordítás, megvan a magyar fordítás, a regény fordítása.
És most van ez a színházi előadás a Tisz intézetben, júniusban, és Miriam egy monológ, Miriam elmeséli ő életét az angyal látogatása után, és angyali üdvözlet után. Igen, után, és Jézus születése élet, igen. Nehéz élet volt, mert igazából egy nő megyedül babával ebben az időszakban nem annyira egyszerű. Sose. Tehát ez június 28-án lesz. Igen. Jó, még két rövid kérdésem van. Az egyik az, Galatera, a előadás rendezője Gianluca Barbadori, nagyon jó rendező, színházi rendező, és Galatea Ranci, színésznő, színházi és mozi színésznő, íres Olaszországban és külföldön, és én hallottam az előadást a rádióban, és olyan fontos, olyan erős, nem fontos, erős volt. Erős hatású. Igen, volt. Igen. Jó, akkor mondom a két rövid kérdést. Szerintem. Tehát, hogy öt éve vagy itt, mi az, amire legbüszkébb vagy? Egy koncert szervezésére nagyon büszke vagyok. Az volt, felejtettem a címet, de barokk zene koncert volt, és egy kitűnő énekes Raffaele P-vel. Emlékszem, hogy a közönség volt nagyon-nagyon elégedett a koncerttel, és sokáig beszélték a koncert. Sokáig tapsoltak a közönség. Igen. Nagy sikere volt. És még? Ott, én ott voltam, igen. És még? És valami beszélgetés, könyvbemutató. Giordano Bruno könyve, Giordano Bruno-nak könyve bemutatója például. Írtál naplót a programokról, meg az itteni időszakról? Igen. Írtál naplót? Igen. Magánnaplót? Igen. Igen. Mert arra jó lesz emlékezni. Gondolom. És áznos áználni a következő intézetben. Igen, mert hogy sajnos az igazgató úr elmegy augusztusban, ugye augusztusban. Elején, igen. Szóval ennyi időt tudott Magyarországon tölteni, de reméljük, hogy majd visszajön egy következő turnusra is. És a következő időszakra, a következő turnusra hogy készülsz fel? Tehát mi lesz? Hova mész ezután? Hát nem messze, és megyek Horvátországba,
Zágrebben van másik olasz kultúrintézet, zágrebi olasz kultúrintézet. Persze Zágreb kisebb város, és kisebb az intézet. Nem rendelkezünk egy fontos és szép épülettel, mint Budapesten. Hát, de választottam az intézetet Zágrebben, mert azt szeretném, hogy nem messze menni és közel tartani. És hogy megmaradjon a kapcsolat velünk, igen, nem? Igen, ez igen, nagyon fontos. Igen. És van, és magyar kultúra Horvátországban is fontos. Van, Zágrebben van a Balázs intézet például, és akkor nem újra kezdem nullától. Meg az illír magyar kapcsolatok, nullától, ugye ezeket igen. is történetileg, történelmileg is tudjuk, hogy vannak. Igen. Hát ez az, hogy letelt az 5 év, meg most ez a mi beszélgetésünk is, azt hiszem, hogy legalábbis ez a része véget ért. Hát köszönjük szépen a figyelmet, hogy figyelemmel követtek minket. Ugye milyen nagy dolog, hogy valaki így megtanult magyarul. Azért ez... Igen, egy tapsot megérdemel. Igen. Igen. Köszönöm. Azt elárulom, hogy az irodájában van egy tábla. Ezt én is a múltkor láttam, és minden nap elolvas egy verset magyarul. Babi Mihálycstól. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.